Vendégeim a tüntetés két szervezője, remélem nem fogok kiigazítani, Gonda Bettina és Gulyás Balázs, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Mert ugye szervezők, tehát nem csak a résztvevők, hanem szervezők is. Van, igen. Akkor jól tudtam. Mit lehet elérni a mai, vagy akár további hasonló megmozdulásokkal? Hiszen nekem úgy tűnik, hogy ez már kész tény. Hát igen, nekünk is úgy tűnt, de úgy gondoljuk, hogy a kormány talán meghátrál a döntésével kapcsolatban, és kiáll amellett, amikor ugye júniusban is megfogalmazta a szenátus egyhangulag, hogy a hat kar, a budai és a hat kar együtt legyen. Uh-huh. És ezt szeretnénk, hogy ez így maradjon továbbra is, hiszen erre kidolgoztak egy tanulmányt is, amit ugye akkor igen, elfogadtak. Azt hallottuk itt már az egyes beszédben, beszéltünk róla, de volt a gödölőieknek is egy tanulmánya, tehát hogy volt két tanulmány, valamelyik megtetszett. Igen, csak a Gödöllői Egyetem az általában a felsőoktatási rangsorban rosszabbul szerepel, tehát gyakorlatilag a rosszabbul szereplő egyetem alá kerülne beolvasztásra a Corvinus Egyetemnek a budai kampusza, és hát ez azért egy alapvető probléma az egészben, és egyébként pedig ugye az álságos érv, hogy ez egyfajta integrációja lenne az agrárterületnek, az egyszerűen nem igaz, hiszen éppen az állatorvostudományi kar kimenekül a Gödöllői Egyetemből és önállósodik egyetemként. Azok a félelmek, amit most itt a délutáni felvonuláson vagy tiltakozáson is hallhattunk, akár transzparensre írva, akár skandálva, hogy a jövőnket veszik el, meg hogy a diplománk van veszélyben. Miért gondolja, vagy gondolják, hogy valós veszélyek? Hiszen az egyetemet mindenki befejezheti, azt a kart, amire jelentkezett, felvették, befejezheti, hogy most éppen helyileg hol, azon nem fog múlni a szakmájuk, a diplomájuk minősége, nem? Én nem gondolom, hogy ez így lenne, hiszen a Gödöllői Egyetem számos rangsorban hátrább áll a Corvinus Egyetemnél, és ez is azt mutatja, hogy ugye az oktatás színvonala is... Tehát rosszabbot azt feltételezik, hogy azt tudják a rangsor alapján, igen, hogy ott az oktatás színvonal nem olyan, mint itt. Így van, igen, és ettől félünk, hiszen a Corvinus ez egy brand, és a Corvinusnak már kialakult kapcsolathálózata van különböző cégekkel, intézményekkel hasonló, és onnan egyszerűbb bejutni, és félünk, hogy ezek mind elvesznek, hogyha beintegrálnak, vagyis igazából beolvasztanak minket a Gödöllői Egyetemre. Arról egyébként mit lehet tudni, hogy az oktatókat is? Tehát, hogy mindenki, tehát, hogy nem elbocsátások és majd gödöllői oktatók tanítják az eddigi budapesti diákokat, hanem, és oda is kell járni, vagy hogy lesz? Tehát valamit a részletekről tudnak? Hát ugye a gödöllőiek tanulmányában egyértelműen az szerepelt, hogy ők szinte mindent tudnak oktatni, amit jelenleg a budai kampusz oktat, tehát hogy alig valami van, amire azt gondolják, hogy ezt a budai kampusz jobban tudná oktatni, tehát elég egyértelmű, de hát itt a tapasztalat is azt mutatja, hogy amikor 13 évvel ezelőtt ugye volt egy ilyen integrációs kísérlet, akkor is a gödöllő elvonta a források jelentős részét, és rosszat tett, tehát hogy itt nem csak félelmek vannak sajnos, hanem egy nagyon komoly tapasztalat is. Tehát akkor a részletekről azért tudunk valamit, hogy lesz ez a jövőben, hogy oktatókat mindenkit átvisznek, vagy ez elbocsátásokkal is jár? A miniszter úr, államtitkár úr, most nem tudom, de nagyon elegánsan fogalmazták meg. Azt mondták, hogy ők személy szerint azt képviselik, hogy senkit se kelljen elbocsátani, ami hát ebben az esetben teljesen irreleváns. Ugyanakkor meg tudjuk, hogy 2010 óta ugye harmadával csökkent a felsőoktatás támogatás, hogy ezért beszélünk egyáltalán problémákról, igazán súlyos problémákról felsőoktatásban, és ezeket nem oldja meg az, hogy most akkor ide-oda tologatják a karokat egyébként véletlenszerűen, és úgy, ahogy korábban tagadták, hogy ezt tennék. Véletlenszerűen, hiszen a Corvinus esetében azért időről időre, szinte fél évente felröppen egy hír, hogy na majd ezt szüntetik meg, ezt vonják össze, aztán ez vagy beteljesül, vagy nem teljesül be, de mintha a Corvinusszal lenne valami, vagy ez csak ilyen optikai csalódás, önök nem így érzik? De mi is így érezzük, viszont szerintem itt leginkább ugye az a probléma, hogy a Gödöllői Egyetem most ugye felröppent ez, hogy az állatorvosi kar ugye az egy külön egyetemet alapít, viszont ők az, akik húzzák az egyetemet, és akkor így meggyengülne, és hogyha be tudná a mi három karunkat szervezni az ő egyetemére, akkor ugye a hallgatók is oda kerülnének, és akkor oda kerülne. Tehát minden. Tovább gyengülne a Corvinus? Így van. És ezt kinek lehet érdekében, hogy egy jó hírű egyetemet gyengítsen?
hát mindenki, aki oktatással, közoktatással, felsőoktatással foglalkozik, döntéshozónak, egy rangos intézményt erősíteni van érdeke, nem gyengíteni. Hát hogy mi, hogy a Corvinus ugye azt a fajta ortodox gazdaságpolitikát képviselő, mint a nyugati világ is használ, és ez például ugye Matolcsy Györgynek nem fekszik. Ugye ő az ország három ellenségét nevezte meg, ebből kettő a Corvinuson tanít, és az az érdekes, hogy mind a ketten jobboldali miniszterek voltak. Csikán Attila ugye konkrétan az első Orbán kormányban volt miniszter, csak hát ő egyfajta szakmaiságot képvisel szemben Matolcsy Györgyel. Nem, nem gondolja, hogy mondjuk Matolcsy György fúrja az állatorvosi kart, vagy nem, vagy ő, az tehát ő a Corvinusszal volt sokáig kritikus, most lehet, hogy kiegyezett azzal, hogy kap egy tanszéket a Corvinus Egyetemen a tanai oktatására. Előtte Kecskeméten akarta ugyanezt létrehozni, tehát teljesen látszik a koncepciótlanság. Most kap egy kart a tanai oktatására? Én úgy tudom, hogy tanszéket kap, de hogy igen, tehát hogy sajnos itt a hatalmi pozícióból elég sok mindent de el tudnak érni. De ez milyen unortodoxia tanszék, hogy ez micsoda? Nem tudom, ami viszont egész biztos, hogy a módja is az egész ügynek felháborító, és ez a mód az egész országban így van. Tehát az hogy az egyetemi szenátusok, tehát azok csak véleményt nyilváníthatnak arról, hogy egyes karaikat áthezik, ez teljesen elfogadhatatlan, és az egész országban így működik. És hadd beszéljek egy picit általánosabban arról, hogy kivontak pénzt az oktatásból. Ennek az lesz a következő, bizonytalanság van azzal, hogy össze-vissza szerveznek. A diákok már érettségi után elmennek. Ma beszéltem egy ismerősömmel, a gyereke osztályából 13-an már külföldi egyetemre jelentkeztek. Tehát érettségi után elmennek, és ezek a gyerekek sokkal kevésbé fognak visszajönni, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem nagyon lesz, aki eltartsa a magyar államot, nem nagyon lesz, aki eltartsa a magyar nyugdíjasokat, hogyha ez így megy tovább. Félmillióan már elmentek, hol állunk meg. Ez a praktikus része, a másik meg az emberi, tehát hogy a családok nem azért vannak, hogy mindenképpen Skype-on. Igen, és bocsánat, ezért holnap 6 órakor fogunk tüntetni a Villányúti kampuszról indulva, a Kiskörúton át a vonunk a Szalai utcai oktatási épülethez. Ez már többről szól, nem csak más egyetemről is lesz oktató, igen. Értem, hanem a felsőoktatásról és a jövőről. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.